Sziasztok, én Markó Rebekon vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Végre valahára elkövetkezett a gardrób túr. Nem szeretném túl hosszúra nyújtani ezt az egész intrót, mert nyilván a címet tudjátok, várjátok már ezt a videót jó ideje. Bocsánat miatt, hogy ennyi ideig tartott, jelenleg is engedély nélkül forgatom egyébként ezt a videót. Bence nem szerette volna addig elkészíteni ezt a videót, míg nem lesz 100%-os a gardrób szoba, viszont mivel az ő részét nem fogom megmutatni, és igazából semmi más nem fogok megmutatni, csak az én szekrényemet, így úgy gondolom, hogy hát ha nem lesz belőle vita. Egy dolgot szeretnék még megjegyezni nektek, mielőtt elkezdjük a bemutatást. Drága Dezső Bence minden hangrögzítési eszközt elvitt itthonról, úgyhogy jelenleg csak az én kis kamerámnak a picike kis mikrofonjával dolgozok, úgyhogy ha egy kicsit rosszabb a hangminőség, mint szokott lenni, akkor ne haragudjatok miatta. Mindenképpen szerettem volna elkészíteni nektek ezt a videót ma. Azt sem tudom, hogy hogy kezdjem. Olyan régóta halogatom már ezt a videót, és annyiszor elképzeltem, hogy mit, hogy fogok nektek megmutatni, hogy most, amikor itt vagyok, azt sem tudom, hogy mivel kezdjem. De talán az lesz a legegyszerűbb, hogyha leveszlek titeket onnan, és először is megmutatom egészben, hogy hogy néz ki az én részem. Jelenleg tele van az egész szoba mindenféle világítással és állvánnyal. Azt már ugye láttátok, hogy van 3 darab kétajtós szekrényem, és van egy középső részem, amit még hivatalosan nem láttatok, de egyszer videóban már egy nagyon picit belátszódott. A másik oldal egyértelműen Bencéjé, viszont nyilván ebből a mai napon nem fogtok semmit látni, hogyha szeretné majd megmutatni, akkor megteszi ő. Azt is tudjátok, hogy van egy nagyon cuki kis tükrünk, nem is olyan kicsi, és amiről lehet, hogy lemaradtatok, hogy padlószőnyeg lett berakva. Videóban láttátok már, de máshol még nem. A helyzet az, hogy én eredetileg úgy gondoltam, hogy nagyon kitaláltam, hogy hogy lesz itt a világítás és a felvétel, viszont nem tudom, hogy mennyit fogtok látni, de nyissuk ki az első ajtót. Tadá! Itt vagyunk az első szekrényemnél, amiből igazából a felét nem látjátok. Aki nézte az összeszerelős live-ot, az tudhatja, hogy mi van itt egy picit lentebb, aki nem látta, az pedig pótolja be, mert nevetséges volt az egész. Ezen az oldalon vannak azok a ruhák, kabátok, overallok, amik olyan hosszúak, hogy a normál akasztós részbe végül is nem férnének be. Ezen a részen nincsen beépítve semmi, most már látjátok, hogy mi van itt, egy nagyon cuki kis elosztó rész, és itt így nyugodtan lóghatnak a leghosszabb ruhadarabjaim is, anélkül, hogy bármi bajuk lenne. Jól látjátok, igen, alul vannak a parókáim, itt van minden kabátom, mellények, zakók, blézerek, farmer kabátok, ilyen kis pulcsiszerűségek, meg tényleg minden. Ott felül még nincsen semmi, de megvannak az elosztók, és tudom, hogy oda is szeretnék pakolni, de még ki kell találjam, hogy mit. Ezt a részt nem tartom valószínűnek, hogy meg szeretném mutatni. Itt vannak a melltartóim, itt a bugyjaim, itt pedig az oknyaim. Itt kihúzom, hogy meg tudjátok nézni, ezek fürdőruhák és egyéb ilyen kis páratlan dolgok és hasonlók. Mindegyik fiókba ilyen elosztók vannak. Szerettem volna a lehető legnagyobb rendszert vinni a dolgokba, úgyhogy mindenhol ilyen kis elosztók vannak, nem igaz, ezekben a fiókokban vannak ilyenek. Melltartókat típus szerint rendszereztem, bugyikat típus és szín szerint, a fehér bugyik külön vannak, ezen kívül a zoknikat pedig hosszuk szerint. És akkor ezzel igazából le is zártuk az első szekrényt. Ezt kellett volna a végére hagynom, mert ez a kedvenc szekrényem. A tervezés, amit ennél csináltam, szerintem nagyon tetsz lett, úgyhogy nézzük is meg. Hát ez a rész olyan boldoggá tesz. Kevés dolog van, amit jobban utálok, mint ruhát hajtogatni. Úgyhogy az, hogy mostantól az összes felsőmet akasztva tudom tárolni, szinte a legnagyobb boldogság. Remélem valamennyire a kamera is átadja, de ez itt valamilyen szinten szín szerinti rendszerezés. Nem tökéletes, de kezdésnek egészen jó. Folyamatosan
mosom a ruhákat, és nem jutok oda, hogy teljesen fel tudjam tölteni, úgyhogy cserélődnek folyamatosan a ruhák, de az elmélet így néz ki, fel van akasztva minden, itt van, látjátok, az Asosos rendelés, itt van az egyik kedvenc kis felsőm, van azért pár színes darabom is, ahogy látjátok, és hát természetesen leghátul a kedvencek, a feketék. És amit ti innen még nem láttok, de szerintem a legizgibb dolog az egész gardróbomban, a ruhák alatt rögtön ez a kis csoda. Nagyon régóta szerettem volna egy külön helyet igazából az ékszereimnek, öveimnek, napszemüvegeimnek és ilyen dolgoknak, úgyhogy most, amikor megterveztem ezt a gardróbot, akkor kitaláltam, hogy mindenképpen szeretnék egy ilyet. Egy nagyon szép üveg lappal, polccal van elválasztva. Ez a rész jelenleg még ilyen kukás. Itt lesznek a napszemüvegek, itt vannak az öveim. Nem kifejezetten vagyok egyébként egy nagy öves, úgyhogy amiket találtam, azokat ide beraktam. Itt van az órám, amit Bencétől kaptam, pár karkötő, azok a gyűrűk, amik nem férnek el máshova, és a karkötőmnek a kiegészítője. És ahogy látjátok, ezen az oldalon vannak az aranyaim és a gyémántjaim. Viccelek, egyik se arany vagy gyémánt. De ahogy látjátok, nagyon cukin ide be vannak rakva a gyűrűk. Nyilván ezek az alisok, ezeket nem használom. Amiket egyébként használok, azok pont most nincsenek itt. Itt vannak a fülbevalók, amiket soha nem fogok használni. És pár nyaklánc, illetve karkötő. A következő fiók, ez egy üveglapos fiók. Itt vannak a kis trikójaim, edzős nadrágok, edzős felsők, barbis nadrág, sportmelltartó. Ide igazából az összes edzős cuccom kerül. A következő fiókban vannak a farmer shortok, minden egyéb más rövid nadrág és a szoknyák. És ezután jön az egyik kedvenc fiókom, ami nem más, mint a lovas fiók. Itt vannak a kis nadrágjaim, pulcsik, szoktak itt lenni olyan hosszújuk vagy felsők, amiket csak lovagláshoz használok, és a zoknikák. És az utolsó fiók, ami itt középen van, az nem más, mint az otthoni fiókom. Minden, ami nagyon kényelmes és teljesen használhatatlan utcára, az itt lapul meg. Szerettem volna valami rendszert vinni a pakolásba, és úgy mindenbe. És igaz, hogy nincsen még fent Pesten minden cuccom, egy csomó minden még otthon van a hódmezővásárhelyen, viszont ettől függetlenül szerintem egész jól sikerült bepakolni, viszonylag jól sikerült szerintem kialakítani így a kis tematikákat is, hogy mi szerint pakolgassak, de ha van bármi tippetek, hogy hogy csinálnátok másképp, akkor ezt írjátok meg nekem a komment részlegbe, mindenképpen végig fogom nézni őket, mert kíváncsi vagyok, hogy ki mit csinálna máshogy, vagy hogy csinálná. Úgyhogy várom az ötleteket, és most eljött az az idő, amikor megmutathatom nektek a büszkeségemet. Ennek az elemnek a behelyezése volt a live-ba az egyik legidegörlőbb rész, ugyanis teljesen elhittem, hogy annak ellenére, hogy lemértem és mindent kiszámoltam, nem fog beférni, de hála az égnek befért, és az ékszertartón kívül ez a másik kedvenc részem, úgyhogy nézzétek meg. És ez a rész nem is lehetne más, mint egy nyitott, polcos, kiállító rész. Lehet, hogy nagyon instás, vagy nem tudom, ilyen más, de nagyon szerettem volna ilyen polcot, úgyhogy iszonyatosan örülök neki, hogy végül is úgy döntöttem, hogy legyen. Itt látjátok a karácsonyi ajándékomat Bencétől, itt van a cipőm, ennek örülök a legjobban, hogy bármikor bejövök a gardróbba, akkor meglátom ezt a csodát. Van külön egy táskás rész is. Felül és alul is van még egy-egy polc, amit nem mutatok meg, mert jelenleg raktárként üzemel, és ilyen nagyon csúnya műanyag dobozok vannak benne. Viszont, hogyha kitalálom, hogy mit rakjak oda, vagy esetleg kerül valami új designer termék a családba, akkor azoknak mindenképpen ott lesz a helye, és arról ti is tudni fogtok. És végül, de nem utolsó sorban, a harmadik szekrény ebben a gyönyörű sorban, ami nem rejt mást, mint a nadrágjaimat
és a cipőjeimet. Ahogy látjátok, itt a felső részen már elkezdődött a, hát nem is tudom, raktározás, eldugdosás, elpakolás, mindegy, de itt vannak a nadrágjaim. Ez egy kihúzhatós nadrágtartó, nyilván IKEA-s, mivel az egész szekrény IKEA-s fókusz, és az elején elkezdtem ide is egy kis színkoordinációt vinni, de úgy látom, hogy ez teljes mértékben tarthatatlan lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a nadrágtartó jó ötlet volt. Az az igazság, hogy nagyon mély, szinte három nadrág elfér egymás mögé egy sorba, de nagyon nehéz kivenni anélkül, hogy lerántanék bármi mást, úgyhogy hát nem tudom. Lehet, hogy nem ez volt az évtized ötlete tőlem, de megpróbáltam, egyébként nem néz ki rosszul, de lehet, hogy idővel le lesz cserélve. És a következő rész, amit nagyon szerettem volna már kislánykorom óta, hogy legyen hely a cipőimnek. Itt is igyekeztem egy kis rendszert kialakítani, amit hát ez alapján nem nagyon láttok szerintem. A felső részen sportcipők lennének, viszont mivel van az a pár cipő, amit szinte állandóan használok, így azok kint vannak az előszobai szekrénybe, és nem kerülnek ide be a gardróbba. A következő az, hát igen, két cipőt foglal magába. Ezek lennének a színes cipőim, hogyha egészen őszinte akarok lenni, és egyébként azok a kis elosztók és dobozok, amiket még vettem ide a gardróbba. Úgyhogy az utolsó, hát rész, amit meg tudok nektek mutatni, azok a fekete cipőim. Ahogy látjátok, van itt egy iszonyatosan elhasznált fekete magas sarkú, amit sajnálok kidobni, de egyébként már nem használom. Van itt még egy magas sarkú, ami nekem alacsony, nem érzem magam benne annyira jól. Van itt egy játszós cipő, amit nem vagyok hajlandó megmutatni fordítva, mert szerintem még koszos is. Az egyik kedvenc kis nyári szandim, ez valami eszméletlen cuki nyáron bármivel, de tényleg mindennel. És egyébként ahhoz képest, hogy szandál és ilyen magas, nem is olyan kényelmetlen. Van egy ilyen kis köves cipőkém is, amit nem sűrűn hordok, de tizenpár éves koromban nagyon beleszerettem, úgyhogy itt van velem. És természetesen egy-két csizma sem maradhat ki itt a versenyből. Szerintem a legalacsonyabb cipőm, ami valaha volt, magas sarkúk közül, ez egy olyan csizma, amibe a világ végére el tudsz sétálni, viccen kívül. És még egy a tipikus socks boot, ezt még egyébként Shein-ről rendeltem, és iszonyat kényelmetlen, de nagyon jól néz ki. És sajnos ezzel a cipővel elértünk a gardrób végére. Nagyon sokat vártatok rá, nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy ilyen türelmesek voltatok, és őszintén remélem, hogy megérte megvárni, aki esetleg ott volt velünk a live-ba, és adta az erőt, hogy össze tudjuk építeni, az ezt jelezze nekem a komment részlegbe, mert jól esett a támogatás. A gardrób nincs kész, folyamatosan szépülget, bővülget, de hogyha tetszett, akkor légy dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!